Na, hello pingvinek, itt Low Budget PewDiePie, és ma ismét megalázom magamat az interneten, na persze nem azzal, hogy iPad-et sütögetek, mert sütni a húst kell, meg nem is azzal, hogy Oreót nyalok, mert azt meg a lányokkal kell, hanem azzal, hogy ismét megpróbálok egy ismeretterjesztő kvízjátékot elétek tárni, ami be fogja bizonyítani, hogy abszolút hülye vagyok, és a lexikális tudásom nem éri el azt a szintet, amit kéne. Ezen a Cetera Online nevezetű honlapon fogunk európai országot kitalálósat játszani. Csodálatosan megfogalmaztam, kérlek legyetek büszkék rám. Fölmerült valamelyik beszélgetés során haverokkal, talán éppen az andorrai meccsről beszélgettünk, ugye a Magyarország-Andorra foci meccsről, hogy tudjuk-e, hol van Andorra, be tudnánk-e jelölni a térképen. És bár én földrajzból érettségiztem, arra kellett rájönnöm, hogy a, hogy is mondjam, megszerzett tudásom igencsak elkopott az évek alatt, szóval most szerintem tök jó lenne felfrissíteni, és egyébként rengeteg ilyen földrajzzal kapcsolatos kvíz van az oldalom. Ez nem egy szponzorált videó, beírtam a Google-be, hogy Európa térképjáték, és úgy jött föl, csak mondom. Szóval rengeteg ilyen ismeretterjesztő kvíz van az oldalon, ami az országokkal kapcsolatos, szóval gondoltam, megmutatom nektek, és ha már itt járok, akkor megnézzük, hogy mennyire tudom bejelölni az európai országokat. Szóval ennyit a felvezetésről, nézzük, hogy ne szállj vajon, mire képes Európában. Na jó, akkor lássuk a medvét, hát sajnos most a hirdetés nem tudom eltüntetni a fejem fölül, mert nem használok adblockot csak gázemberek használnak, de ez a mi kis térképünk, fönt látjátok az időt, ami már 45 másodpercnél tart, és az első feladatunk megtalálni Bulgáriát a térképen. Szóval essünk neki, drága pingvin társaim. Bulgária szerintem ez az ország itt, ugye a Fekete-tenger környékén, ez az? Szerintem ez az itt Románia alatt. Jobb! Kitaláltam elsőre, fasza, Oroszország. Hát Oroszország ez a szép nagy régió itt keleten. Belgium. Várja, ez Franciaország. Hollandia, Belgium, ez Belgium. Yes, oké, Lengyelország. Ő? Eddig jó vagyok, most jönnek a problémák, Ciprus. Ciprus sziget, ez a sziget. Tök jó vagyok eddig, Luxemburg. Luxemburg. Na, ezekkel a kis államokkal vannak a gondok. Luxemburg, azt hiszem Luxemburg ez itt Belgium mellett. Yep. Szerbia, Magyarország szomszédja, ez, igen. Koszovó. Édes Istenem, Koszovóról azt kell tudni, hogy nem ismeri el senki a világon a létezését, vagy rosszul tudom? Azt hiszem, az van Koszovóval, hogy nem sokan ismerik el önálló államként, és ha jól tudom, akkor Szerbia, Montenegro fogja közre, talán ez a picike itt? Nem, az Montenegro, gratulálok Nessai, akkor ez lesz Koszovó, szép. Csak megoldottam, de az a baj, hogy ha fölkúrnak ezek a neve nincsen államok, meg országok, akkor elkezdem őket szidni. Egyesült Királyság, yes, itt van. Montenegro, tessék, ez az előbb volt, itt van. Norvégia. Fú, ez gáz elbaszni, várjál, itt fönn. Svédország, Norvégia, Finnország, ők vannak hárman északon. De melyik? Norvégiában vannak a legszebb fjordok, az van kívül, ugye? Yes, jó, nem rontottam el. Norvégia van ott, király, megoldottam. Vatikán. Hát Vatikán az ugye itt van Olaszországban. A kérdés, hogy melyik San Marino és melyik Vatikán itt a kettő kis államból a csizma területén belül. Vatikán az Róma, ugye? Róma környéke. Róma pedig valahol itt van az ország közepén, úgyhogy akkor legyen ez. Japp, királyság, Vatikán megvan. Igazából rosszabbra számítottam, tényleg nem készültem erre a videóra. Ahhoz képest elég jól megy. Egyelőre 92%-ra értékel engem a játék, ugye egyszer hibáztam Koszovónál. Na de, Dánia, ő itt van. Románia, hát igen, itt van. Portugália, Cristiano Ronaldo csodás hazája. Lehet, hogy egy kicsit informatívbá kéne tennem, hogy elmondom, hogy mit tudok az országokról. Lettország. Na, Lettországról például azt tudom, hogy nem tudom, hogy hol van. Ezt mindenféleképpen. Ugye itt van ez a három ország, Észtország, Lettország, meg mi a harmadik? Fú, de gáz vagyok. Észtország, Lettország, mi a harmadik itt fönn? Nem tudom, de fogalmam sincs. Lettország legyen a középső. És tényleg az, de nem hiszem el. Ez mák volt, jó? Svédország, ő lesz.
Spanyolország, ő lesz... Ja, megint nem mondtam el, mit tudok róla. A svédekről azt tudom, hogy Zlatán, a spanyolokról azt tudom, hogy taco en burrito, ja nem, az mexikói. Látjátok, ezért nem szabad, mert rasszista leszek a végén. Spanyolország, Real Madrid, az a baj, hogyha a focihoz kötöm az összes országot, az egy elég réteg nézősereknek lesz csak érdekes. Ausztria, itt ugye a szomszédunk, Málta. Málta ez a kis ország itt, ugye? Szicíliától délre. Japp, Fehér Oroszország. Ez? Igen? Moldova. Na hát most szarba vagyok. Moldova. Hol van baromi kis ország még? Ez Moldova itt Svájc mellett? Nem, az Liechtenstein. Liechtenstein, édes Istenem. Moldova. Van, aki fejből tudja, hogy melyik az? Hát gondolom, aki most töriből, vagy töriből, föciből érettségizik. Halványlila fingom nincs, hogy hol van Moldova. Ez itt. És az ott. Ukrajna mellett van Moldova. Hát elnézést kérek minden moldáv nézőmtől, ha esetleg ide téved. Ezt meg nem mondtam volna. Monaco. Monaco, Franciaország. Ez lesz Monaco itt a tengerparton Franciaországnál. Yep. Németország. Das ist Germany. Albánia. Oké. Albánia. Albánia határos a tengerrel? Szerintem igen. Jó. Ez volt Albánia. Andorra, tessék, előkerült. Andorrát kivételesen tudtam, hogy itt van Spanyolország és Franciaország határán, úgyhogy ez megvan. Szlovénia ugye szomszédunk, itten. Olaszország a csizma. Liechtenstein. Na várja, az előbb megtaláltuk Liechtensteint, az volt Svájc mellett. Ezt például nem tudtam. San Marino itt van ugye Olaszországban. Törökország. Ez Törökország, yes. Így fura látni azért, nem? Hogy mekkorák ezek az országok, durva, hogy milyen kicsik vagyunk. Horvátország ugye szomszédunk, Franciaország is szép nagy, Macedónia. Ó, anyám! Macedónia, hát akkor Macedónia lesz itt, nem? Görögországtól északra. Vagy fasságokat beszélek? Nézzük meg! Az volt Macedónia, Albánia mellett. Annyira nem ismerem ezeket az országokat, pedig hát léteznek. Litvánia, ó, Litvánia lesz itt izé, Lettország meg Észtország mellett. De melyik? Szerintem Észtország van északabbra, úgyhogy ez lesz Litvánia. Japp, király, Magyarország, ez gáz lett volna, ha elkattintom. Csehország, Észtország, itt van Hollandia. 4-20, Szlovákia itt van fölöttünk, Görögország ugye történelméről igencsak híres, úgyhogy biztos láttuk térképen. Ukrajna baromi nagy, meg hát ugye a politikai zavargások miatt nagyon sokat hallottunk róla a hírekben. Izland. Izland itt szépen fönn. Izland csodálatos hely, nézzetek róla képeket, egyszer szeretnék eljutni oda. Tényleg gyönyörű. Ahogy Svájc is, Bosznia-Hercegovina. Ez itt Bosznia-Hercegovina? Na várjál. Szerbia, Montenegro, igen. Akkor ez Bosznia-Hercegovina. Az ilyen nagy az az ország. Fél Magyarország, több is. Az durva. Írország itt van fönn, Finnország itt van fönn, és gratulálunk! Eredménye 96%! És 8,19 alatt csináltam meg, úgy, hogy közbe pofáztam. Ez tök jó! Büszke vagyok magamra. Mondjuk, ha megnéztétek ezt a videót, akkor ti ennél nyilván csak jobb eredményt fogtok elérni, de sokkal rosszabbra számítottam. Így szerintem tök fontos, hogy az ember néha lemérje magát, amikor így előkerül a hétköznapi életben, hogy vajon mennyit tud, vagy mennyit nem tud. Így szerintem tök fontos ezt kipróbálni. Remélem azért, hogy tetszett nektek ez a videó. Nézzétek meg ezt a honlapot, tök sok ilyen kvíz van mindenfélével kapcsolatban. Én néha szeretek ilyeneket csinálni. Két oreó nyalás, meg három kihívás videó között azért fontos, hogy valami olyat is csináljak, aminek értelme van.
Szerintem ez hasznos, úgyhogy próbáljátok ki. Én tök jól éreztem magamat, és hogyha ti is, akkor dobjatok egy lájkot, és persze ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Jövő héten is jövök majd valami kicsit ismeretterjesztő tartalommal, legyen az honfoglaló, vagy egy teljesen másik kvízjáték. Addig is itt van két videó a fejem fölött, nézzétek meg azokat is, és azt kívánom nektek, hogy legyen nagyon szép napotok, én még mindig Nessai vagyok. Na, szevasztok!